Szerbia és Koszovó között zajlanak a tárgyalások, hogy megvitassák az Európai Unió által közvetített megállapodás utolsó pontjait. A Global Conversation vendége ezúttal Alexander Vučić, Szerbia elnöke. Elnök úr, köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk. Az első kérdés, hogy ön hamarosan megnyitja a tárgyalások új fordulóját koszovói kollégáival. Mi az ön vörös vonala egy esetleges megállapodáshoz? Nem beszélek túl gyakran vörös vonalakról, mert ha túl sokat beszélünk róluk, akkor nincsenek tárgyalható kérdések, és a másik fél ragaszkodni fog a vörös vonalakhoz. Sokkal fontosabb, hogy megfelelően tárgyaljunk a kérdésről, ami azt jelenti, hogy kompromisszumos megoldásokat kell keresni. Az egyik ilyen megállapodás a koszovói szerb önkormányzatok szövetsége. Pontosan. Amelynek ön a létrehozását kéri. De úgy tűnik, a koszovói kormány nem hajlandó engedni, vagy legalábbis eltérnek az álláspontok a módot vagy a módszert illetően. A probléma az, hogy 2013-ban és 2015-ben már aláírtunk végrehajtási terveket, elveket és irányító csoportok létrehozását, és persze az első megállapodást. Ez eddig már 4 dokumentum. Már mindent aláírtunk, és az Európai Unió képviselői is aláírták, és ezt kell teljesíteni. De nem ez a végső cél. A végső cél az, hogy az albánok és szerbek Koszovóban és a régióban máshol is sokkal jobban éljenek együtt, és tiszteljék egymást. A probléma a koszovóiak számára az, hogy attól félnek, legalábbis ezt mondják, hogy megteremtik a feltételeket egy újfajta Republika Srpska létrehozására Koszovóban. A nézők kedvéért a Republika Srpska a szerbiai köztársaság Boszniában. Ez nem igaz. Ez szerb köztársaság, nem szerbiai. De mindegy is, ez az önök szíve joga, naponta hallunk ilyen közhelyeket. Született valami, ami megvan írva és alá is van írva. Ezt kell teljesíteni. Különben a nemzetközi közjogban ez nem létezik. Úgy tűnik, a jelenlegi koszovói kormány nagyobb szuverenitást szeretne saját területén, azon a területen, amit sajátjának tekint. Ezt több ország is elismerte. Sok ország, de nem a nemzetközi közjog. Most ragaszkodom a valódi megbékéléshez. Nem mindig a másik fél megalázására törekedve, hanem kompromisszumos megoldást keresve. A részleges megbékélés nem csak kölcsönös elismerésen, hanem kölcsönös engedményeken keresztül valósul meg. Tehát a szerbiai önkormányzatok társulása az egyik, amely szerbiai javára kell, hogy megvalósuljon. És sok engedményt tettek a szerb fél részéről is. Ez sok intézkedést igényel a vámbélyegek, vámpecsétek, eredeti képviseletek, diplomák, okmányok, szakmai kiadások, rendszámok és minden más tekintetében. A nehézség az, hogy megértsük, hol van a lényeg. Mondjuk a Koszovóban élő szerb közösség autonómiájával, az oktatással kapcsolatban. Oktatás, egészségügyi rendszer, egészségügyi ellátórendszer, területrendezés, vidék és város tervezés, gazdaságfejlesztés, minden, ami már körvonalazódott és a már elfogadott elvek között szerepel. Képes lenne világos határvonalat húzni az autonómia és az önrendelkezés fogalma között? Miért hagyták jóvá vagy fogadták el egyes emberek, koszovóiak és nemzetek önrendelkezési jogát? És miért nem adták meg néhány másiknak? Mi ebben következetesek maradunk. Szerbia, amely csak egy példa, az elmúlt 3 évben a nyugat-balkáni régióban az összes külföldi befektetés 62%-át vonzotta.
Elnök úr, de ez a gazdasági csoda, Szerbia gazdasági csodája, mondjuk az Oroszországból érkező gáz mérsékelt árán is alapul. Az Európai Unió pedig arra szólítja fel Szerbiát, hogy csatlakozzon az Oroszország elleni szankciókhoz. Ha már a gázárról beszélünk, úgy vélem, hogy jó az ár és virágzó gazdaságunk van. Az elmúlt 3 évben az 5 leggyorsabban növekvő gazdaság egyike voltunk egész Európában. Mert, mint mondta, az energia ára alacsonyabb. De az problémát jelenthetne önöknek, ha az Európai Unió Oroszországgal szembeni szankcióit kellene szorgalmazniuk. De nem ez az egyetlen probléma. Tudja, olvastam és hallottam ezernyi hamis vádat Szerbia ellen, hogy tönkreteszi a regionális békét, a stabilitást, és Szerbia megtámadja Boszniát, Szerbia megtámadja Pristinát, Szerbia befolyásolja ezt és azt. És megtörtént? Nem, nem történt meg. Voltak bizonyos feszültségek Észak-Koszovóban, és amit sokszor el akartam mondani a népünknek, ezt most megismétlem. Nagyon jó, felelősségteljes és komoly kapcsolatunk van a NATO-val, és kitartunk emellett. Én nagyon elégedett vagyok ezzel. Putyin elnök összekapcsolta a koszovói kérdést néhány más kérdéssel, először a Krímben, majd a Donbászban is. Ez a kérdés nekem vagy néhány nyugati vezetőnek szól, mert Putyin megtalálta a precedenst. De a mi reakciónk más volt, csak hogy tudja. Azt mondtuk, mi támogatjuk az ENSZ alapokmányát, és ezért a Krím és Ukrajna minden más része Ukrajnához tartozik. Ez volt a mi válaszunk. Csak hogy tisztességesek legyünk a nézőkkel. Készek lennének-e engedményeket tenni a koszovói félnek az Európa Tanács tagságával kapcsolatban? Az Európai Tanács eljárását már megkezdték, anélkül, hogy Szerbiát megkérdezték volna. Ehhez nincs szükségük Szerbia jóváhagyására. De van egy rendelet, amelyet a németek és a franciák terveznek a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatban. Erre megkapták a válaszomat. Szemtől szembe közöltem Macronnal és Scholzzal. Az ENSZ-ről van szó? Ez korai lenne, hiszen abban Kínának és Oroszországnak is van beleszólása. Ez sokkal inkább szól Szerbiáról, mint Kínáról vagy Oroszországról, erről beszéltem Macronnal és Scholzzal. És? És a többiekkel. És mi volt a... Már beszéltünk a vörös vonalakról az interjú elején. Thank you, Mr. President. Thank you very much.